kibírtam. Vagy kibírtak. És mondd, Levente, hogy megy a lemezed? Jó, hát látod, ide is behoztam kettőt. A pontos adatokat most nem tudok, igen, ennyibe bejebb vagyunk. Pontos adatokat nem tudok, valószínűleg én azt mondanám, hogy így döcög. Azért egy kicsivel több reklám, azt majd most megkapja szegény, azt majd megkapja, az lehet, hogy segít. De azt hiszem, hogy ha ez eljut az emberek fülébe, ha tetszik, akkor ők meg fogják menni. Semmiféleképpen nem akarom őket rábeszélni, de hát szóval nem akarom. És ha énekelsz, akkor még jobban eljut az emberek fülébe. Hát, hogy most énekelned kell. Én csak reppelek, tehát az énekrészt Pacsó Pali barátom művelte, aki nem érkezett el ide, ezúton neki is küldöm a számot. Köszönöm. Köszi, Levente. Ami instalál. Én nem tudom azt, hogy mit szólna, de ha itt lakna, az jó volna. Gyere szerelem, hey, hol alszol ma? Nem kelek fel, tudd meg jól. Na ne! Hisz hozzám tartozol. Hova, oda? Jobb lesz talán, ha visszabújsz hozzám. Nem kelek fel, tudd meg jól. Katya, atya! Hisz hozzám tartozol, alszom tovább. Sok minden nem változhat. Egy ilyen iskola szerintem kell alapvetően. Ha nincs, attól is lehet valaki jó, de azért az nagyon jó, ha van. Tehát én ezért jelentem. Téged hogy fogadnak az iskolában? Sztár vagy? Ha abszolút. Őszintén válaszolnék, amit most nem fogok megtenni, akkor, szóval akkor örültek nekem. És érzed azt, hogy van azért némi előnyöd másokkal szemben? Tehát azt, hát hogy van némi rutinod, ez segít? Hát egy előnyöm lesz, ez majd kialakul szerintem. Valószínűleg ők, volt egy nagyon aranyos vélemény, aki fogadott, amikor odaérkeztem, hogy csodálkozó, hogy miért jössz ide, hát te tudod azt, amit mi tanulunk itt. Na most hát ez nem így van, de azért ennek örültem, persze sok ellenpélda is volt. Hát meg oda kell figyelni. És mit javasolnál? Tehát jobb elkezdeni a színjátszást a szakkörben, és utána felvetetni magunkat a színművészeti főiskolára, hogy egy analógiával éljek? Tehát jobb először némi rutinra szert tenni, és aztán megtanulni az alapokat, vagy azért ez fordítva kellett volna? Szerintem nagyon jól mondtad, Panna. Igen, tehát jobb az, hogyha van egy kis rutin, szerintem, és utána tanulnánk hozzá, mint hogy először megtanuljuk, erre már sok-sok példa volt, szerintem sokkal több ilyen fajta, hogy először megtanulták, utána kitették őket a nagybecsis életbe, és ja, ez az, amiről tanultunk. Tehát szerintem előnnyel kezdi az éveket, aki valamelyest már tud úszni, mint hogy elmondják, hogy így kell úszni, ha beugrasz a vízbe, akkor így a kezed a lábad, és akkor, amikor az ember ott van a vízbe, akkor ja, ez a víz. Akkor számíthatunk arra, hogy egyszer énektanárhoz is fogsz járni. Nem, tűnik, én nem énekelek, viszont azért azt elmondtam már talán itt a múltkor, hogy nagyon régen, nem mondom el mikor, én a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusában egy évadot kibírtam. Vagy kibírtak. És mondd, Levente, hogy megy